kedves testvérek, emlékező szívű közösség, ökumenikus megemlékezésünk kezdetén énekeljük református énekes könyvünk szerint a 422. számú dicséret első versét. Hadd menjek Istenem, mindig felé, Isten sok nagy csodát tett, de legnagyobb csoda, hogy elküldte a fiát, Jézust, aki meghalt és feltámadt, és megadja lehetőséget nekünk is, hogy bár a bűn miatt részünk van a halálban, de Krisztussal együtt részünk van a feltámadásban is. Sokan mondják azt, hogy onnan még nem jött vissza senki. Aki meghalt, az Jézus, aki 3 napon át sírban nyugodott, tudjuk azt, hogy húsvét vasárnap még a tanítványok is elámultak, először az asszonyok, majd az apostolok, hogy üres volt a sír. Tehát nem igaz, hogy nem volt, aki még visszajött a halálból. Egy valaki igen, a mi Urunk Jézus Krisztus, aki valóságos Isten és valóságos ember. És az egyház onnantól kezdett élni, és azóta is ezért él, ezért létezik, mert Jézus valóban meghalt, és valóban feltámadt. A görög katolikusok a húsvéti időben így köszönnek egymásnak, hogy Krisztus feltámadt, a válasz rá valóban feltámadt. Hát mi is ebben a reménységben élünk keresztényként ebben a világban, így jövünk ide a temetőbe, és így tekintünk a sírokra, a megholtakra. Krisztusban mindannyian Isten gyermekei lettünk, és a mennyország örökösei a keresztséggel, és mi is megtapasztalhatjuk, hogy kivont a sírgödörből, az undok iszapból, sziklára állított engem. Megrettenve látják ezt sokan, Jézus feltámadását, de mégis eltelnek az Úr iránt bizalommal, mert ha Jézus feltámadt, akkor van alapja a hitünknek, azóta létezik az egyház, mert a feltámadás az, ami erőt adott a tanúknak, akik életüket áldozták Krisztusért, és ma is ezt teszik. Csak úgy érdemes, ha van élet, ha van feltámadás. Jézus az, aki elsőként utat mutat, ő az, aki valóban meghalt és feltámadt, és ebben a reménységben emlékezzünk a megholtakra, így bár ott a gyász, de ragyogjon fel előttünk a feltámadásnak az öröme is, és a szent reménység töltsön el minket. Kedves testvérek, hogy itt Balatonszárszon, és világszerte mindenhol emberek százai, ezrei és milliói gyűlnek össze, hogy megemlékezzenek szeretteikről, ezen a mai napon mégis a szívünkbe van vele írva egy olyan örök igazság, amely látszólag egyféleképpen egyenlővé tesz valamennyiünket. Ez az elkerülhetetlen szomorú igazság pedig nem más, mint az elmúlás. A Szentírás tanúsága szerint, és Jézus Krisztus tanítása és példája szerint is van reménységünk arra, hogy a földi élet itt bár véget ér, de egy általunk nem ismert, és itt a földön meg nem ismerhető szférában mégis folytatódhat tovább. És ez a további folytatás azonban soha nem feledkezhetünk el arról, nem egységes. Mert van örök élet, és van örök halál. Mi azonban emlékező testvérek, azzal a szívvel állunk itt, remélem és hiszem, hogy a föltámadás
és örök élet ajándékában, az üdvösség kegyelmében reménykedhetünk. És így gondolhatunk vissza eltávozott szeretteinkre. Könyörgünk ma hozzád elhunyt testvéreinkért. Légy hozzájuk irgalmas, és láttasd meg velük örök atyai szeretedet. Könyörgünk hozzád minden gyászolóért. Adj vigasztalást a te igéddel, hogy teljes szívvel benned reménykedjünk. Könyörgünk mindnyájunkért. Vondd magadhoz szívünket végtelen szereteteddel, hogy keressük országodat, cselekedjük igazságát, és békességgel fogadjuk el tőled életünk keresztjeit. Add nékünk szent lelked erejét, hogy a bűn ellen harcoljunk, a szeretetben s a reménységben növekedjünk, és a hitben megálljunk mind végig. Jézus Krisztusért, ami élő Urunkért és megváltónkért. Amen. Nagyon szomorú az ember, amikor a temetőben elmélkedik, gondolkodik az életről, hiszen a sírok szeretteinknek az emléke még inkább nyomasztóvá teszi ezeket a gondolatokat. Drága testvéreim, Isten igéje mindenkor vigasztalni akar bennünket, hogy ne csak a földi dolgokat lássuk, hanem lássuk meg azt is, amit az Isten nekünk elkészített. Ne csak az életnek a végességét lássuk, hanem lássuk meg hit által Jézus Krisztusban az örök életet, amely mindannyiunké lehet. Isten igéjét olvasom közöttetek Pál apostolnak a tesszalonikaiakhoz írott első leveléből. Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által vele együtt. Amen. Jézus Krisztus feltámadt a halálból, és reménységet ad mindannyiunknak. Ennek a reménységnek a megvallásaképpen vagyunk itt együtt. És kijöttve a temetőbe, megtöltjük a mi szívünket, lelkünket Isten éltető beszédével. Drága testvéreim, az ige így tanít most bennünket arra, hogy igen, amikor kimegyünk a sírokhoz, és vérzik a szívünk, szomorú a szívünk, és emlékezünk azokra a szeretteinkre, akik talán néhány hete, néhány hónapja, vagy éppen sok-sok éve elmentek már közülünk. Ott van az emlékük a mi szívünkben, de kell, hogy az Isten igéje reménységet ébresszen mindannyiunkban, hogy így tudjunk előre tekinteni, és tudjunk bízni abban, hogy Isten mindenek felett való Úr, és ő elkészítette nekünk azt, amit emberileg bár lehetetlen megérteni, de hogyha kitárjuk a szívünket, és kérjük Istennek a szent lelkét, ő ad nekünk bizonyosságot arra nézve, hogy van tovább az életen is túl, nem zár le mindent a koporsó, és nem nyom el minden reménységet, hanem Jézus Krisztussal együtt járva az életé az utolsó szó. Én vagyok a feltámadás és az élet, mondja az Úr Jézus Krisztus. Adja meg a mindenható Isten, hogy ezzel a reménységgel tudjunk elmenni a temető kertből, és bár ha hullajtottunk is egy-két könnyet, és az emlékeink feltorlódtak a szívünkben, mégis tudjuk oda tenni életünket a megváltó Urunknak a kezébe. És adja meg az Úr mindannyiunknak, hogy tudjuk hinni azt, amit a hitvallásunkban is nem sokára együtt fogunk vallani. Hiszem a test feltámadását és az örök életet. Amen. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Isten szeretete
és a Szentlélek vigasztaló, bátorító közössége legyen és maradjon mindenkor ti veletek. Amen. Istennek vigasztalódást váró népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet. Amen. Ments meg engem, Uram, az őrök halált úr, a rettenetes napon minden bajtól. Véd őr az ég és fel, meg fognak rendőrni, s eljössz a világot, lángodban élni. Mindazokért, kiket nem láttunk már régen, akik velünk együtt ünnepelnek az égben, kiknek őrizgetjük szellemét, mindazokért egy-egy gyertya égjen. Mindazokért, akik elzárkóztak a jótól, akik nincsenek itt, nem is értenének a szóból, aki barát, de lehet még ellened is, mindazokért egy-egy gyertya égjen.